Akkor is, hogy ilyen a hangosan, sőt, játszok egy kicsit hanyagokat, mert meghajlom, hogy fölidézni az emlékeket a már hangosan. Itt is vannak benne elemek, amelyek hát nem improvizáltak, hanem a hagyomány rögzíti őket, a tanításban lehet ezt elsajátítani. Illetve annyiban van mozgástere a játékosnak, hogy biztos, hogy hallottam, hogy szünetek vannak. Ez a legerősebb hatás talán szerkezeti formában érvényesül. És ez azért nagyon fura, mert itt van, ahonnan el tudunk rugaszkodni az európai zenéhez való viszonyunk, hogy itt máshol van szó. Azt már sejtett, hogy nyilván, hogy zenét is Kolostor van született, de hogy hát a lélegzésre van ráültetve a darab. Nem fordítva, hanem a lélegzésre. Igen, közben a kottában ezek a jelenek, ezek mit akarnak, ez olyan nálunk. Elmondom, hogy meg is mutatom majd akkor gyorsan. Nem pontosan, hogy nagyon sokféle írásban azon, attól függ, hogy melyik iskoláról van szó, de ott speciálisan a lyüktetés is rögzítve van, de egyébként nincsen. Fogásokról van szó, fogásokat rögzítenek, nem pedig hangmagasságot, mert különböző méretű hangszereken ugyanazt lehet, amely nem szokottat használni. Vannak nagyon mély hangszerek és magas is. Tehát a lélegzetre ül rá az ember, és ezt úgy lehet elképzelni, ez az furcsa lehet, hogy most, hogy beszélek, akkor a levegővételre nem figyelek, hát pontosabban alárendelem az információ átadásnak. És ez olyan lehet, most illusztrálom, hogy egy sakkolcs darabot, az így kell. Tehát, hogyha most sakkolcs darabot, amíg beszélve, ez az a tempó, amit nehezebb bírunk, mert hogy a mi világunk az pörgős, gyors világ. Itt viszont az egész lelassul, olyan, mint a levegő lassítva egy mondat, vagy egy szótrának egy részletet,
És a játékos kifejezetten arra törekszik, hogy a fúvással foglalkozzon, és hát megszólal a hang úgy, ahogyan megszólal, ami nagyon-nagyon nehézé teszi ennek a hangszernek a tanulását. Nem azért az is, nem azért, mert nehéz megtanulni, hanem egyszerűen nem tudjuk elengedni azt az attitűdöt, amit megszoktunk, hogy hát egy hangszer az a hangról szól. De ez nem a hangról szól ez a hangszer, hanem a fúvásról, úgy is lehet mondani, hogy fúszer, nem pedig hangszer, mert hogy az a lényeges dolog, ha nincs a kezemben, de fújok, és megvalósítom azt a tudati tartást, amit megkövetel a játék, hogy olyan legyen az atmoszférája, olyan legyen a kisugárzása, hát akkor valami egészen másról van szó. Na hát ez az egyik vonal, de hogy kerülnek ebbe a történetbe a szamurájok, az egy érdekes történet, és ezt szeretném, hogy fölvillanom, akkor nagyon röviden. Néhány nyomkodni kell, vagy? Megvan. Nem fog mindenen így tételszeren végigmenni, mert túl didaktikus lenne, de lényeges dolgokat szeretnék elmondani, hogy tehát a hangszer, hogyha valamilyen hangszeren esetleg ismerősök, akkor ez a fogalázás közele leginkább. Hoztam egyet, ki lehet próbálni, csak ugye most az a baj, hogy amióta volt a Covid, azóta ezek a dolgok nem annyira barátságosak, de hogyha esetleg van valakinél kendő, akkor jó, oké, tehát hogy ezt meg lehet majd próbálni, mert hogy az egésznek az a lényeg, hogy ez egy fuvolafajta, ami megtéveszt, hogy így tartják, vagy a fuvolának ez a haránytartás, így is megszólom, de hogy hát ez csak egy lúp meg egyéb. Ide kell ráfújni, és ez okozza a nehézséget, hogy valahogy meg kell tanulni, hogy a levegő oda megy erre a terelésre. Üveget már biztos mindenki megpróbált fújni, de nagyon hasonló ez. Irányítani kell a levegőt koncentráltan, és ugye az a fajta fúvás, a másik, ami megint csak ismerős a mi kultúránkban, a lufbaló fújás. Mi történik egy idő múlva? Gyerekek levegő, elszédül. Tehát ha tüdőből fújunk, akkor elszédül. Tehát nem is fújni kell, hanem préselni a levegőt az izomzattal. Tehát egy olyan jelent mutatom, ez a torkot is kinyitni, végülis ez az, amit a játékos csinál, ugye már fájt a meg. Különböző izmokat meg kell tanulni, külön mozgatni, és ezért van az, hogy hát a játék maga az hát mégis megvan a hangszer nélkül is. Nehéz, hogyha nem lenne kezdődve annak a csőt, akkor be akar fújni. Azt szoktam mindig csinálni, mindenki, hogy fújja a levegőt, és akkor oda lehet tenni. Ad egy hangot, de nem van a lényeg. Hanem abban a légzőgyakorlatban, ami egyébként beágyazódik az elmétizmus kolostori gyakorlatában, természetesen a meditációról van szó, az zenről, ami egy mozdulatlan testtartás, és hát az a mozdulatlanság nagyon fontos elme annak együttesen, hogy az egész közösség így meditál, hogy itt egy másik vonalról van szó, mert ezen a hangszeren, vagy az előző kép is látszik, hogy ezek kordoló szerzetesek játszottak. Itt jön majd a szamuráj vonal és a harcművészetnek, mert hogy a békeidőben bevonultak ebbe a szektába, vagy felekezetnek mondanám, inkább a fuke felekezet, ami a rinzai zen buddhizmusnak egy ága, vagy egy ilyen külön irányzata, és hát kordoló szerzeteseként játszotta, amit az előbb hallott a darabot élesen van hangja, ez nem meditáció abban az értelemben, ahogyan talán elterjedt, hogy egyfajta visszaszállás jön magunkba, hanem kifejezetten figyelemfelhívó hangszer, ami oda vonza a hallgatóságot. De ennek ellenére a hangszer eredete az a lélegzésre ráültetett befelé forduló csendes játék, mert ilyet is mutatok, sőt, együtt is meg tudjuk ezt csinálni. Úgy jönnek be a történetbe, hogy a békeidőben, amikor a sorbonátus megszilárdult, akkor onnantól kezdve annyi katonára, annyi szamurájra nem volt szükség. És a szerzetes életmód és a szamurái életmód az mind a kettő nagyon szigorú és fegyelmezett és keretek között zajlik. Úgyhogy ez úgy ígérkezett reményként számukra, hogy itt tudják folytatni az életmódjukat, és azt a belső disziplinált gyakorlást, aminek már az ember is köze van, hiszen nem a technikában van a lényeg, azt hiszem, hogy a művészetben, harcmészetben,
hanem abban, hogy hogyan képes az ember ezt a technikát megvalósítani, és ennek kulcsa az, hogy milyen tudatállapotban van. Vagyis a tudatnak az iskolázása, vagy az elmének az iskolázása oly módon, hogy a begyakorolt mozdulatok szabadon megvalósulhassanak, az nem egy egyszerű dolog. Mindenki ismeri azt az élményt, hogy mi is minden tudok, de amikor aztán ott vagyok a vizsgál helyzetben, akkor másképp nincs. Aztán van egy pillanat, másképp nincs, mint a testben. Nem úgy veszem le. Na, tehát a lámpaláz is egy olyan, most képzeljék el, hogy milyen lehetett egy harcvező. Hát a lámpaláz, mondjuk vizsgál, mit történt, megbukom, jó, de nem vágják le a fejembe. De a harcvező viszont igen. Tehát az, hogy hiába iskolázott harcos valaki, hogyha nem tudja uralni a belső állapotait, nem tudja megteremteni azt az üres elmét, az a musin, hogy csak cselekszik, akkor hátrányban van, az érezét is veszélyezteti. Tehát ez a fajta belső iskolázottság, ez a kolostorban jó helyzet. Na, visszatérve tehát akkor a fuholára, hogy a fuholisták is nagyon hosszú ideig tanulnak, amikor az úgy szólal, meg néhány adat nem olyan lényeges, de a fekvésen is ez körül ugyanaz. Az egy jelentős különbség, hogy ez egy öt rúg van. Tehát négy van erősített, és akkor így szólal meg ez a pentaton. Hát ez jól szól a mi fülünknek is, mert hogy ez a lábpentaton vannak négy darab, amik erre a hangsorra épülnek. A japán darabok, a japán zenében is, ez is megvan, ez egy népi és minyónak nevezik, de inkább ez a hangsor szokott érvényesülni. És itt már dolgozni kell keményen, mert hogy ezt az öt fokat valahogyan ki kell, valahogy meg kell oldani, hogy megszólaljon. Mutatom meg, hogy lehet diatonikus 7 fokú zenét játszani rajta. Ez megint trükközést kíván. Hallatszik is, hogy ott megbicsaklik, mert hogy nem dallamokat játszanak ezen, szerintem nem úgy alkották meg, hanem inkább azt mondanám, hogy olyan, mint a kalligráfia, vagy a tusfestészet, hogy egy vonal van, aminek van egy bizonyos hangszíne, ami megszólal valamiképpen, megáll, csörgy van, erről majd beszélnek. És aztán jön a következő vonal, márpedig a vonalak hangszíne között különbség van, mutatom, hogy milyen különbségre gondolom. Ez az egyik vonal, következő. Megint vissza. Ugye jól lehet hallani, hogy van egy fényesebb, erőteljesebb hangszín, utána pedig ilyen tompa. Tehát az a dallamban kiugrott, az ott nem úgy szól. Persze, mert mi dallamban gondolkodunk, de hogyha hangszínekben gondolkodunk, hallgatóságként, játékosként, akkor annak másnak kell lennie, mert akkor lesz változatos, hiszen itt még a taoizmus hatása is érvényes. Tehát ezek érdekes, és a mi kultúrától eltérő közelítésmódok, ahogy nem dallamok, hangok egymásnak sorában gondolkodik a játékos sem, hanem képekben, hangképekben. Néhány képet, most valódi kép a hangszernek a készítéséről. Nagyon egyszerű egyébként, ez látszik is, hogy nagyon egyszerű is otthonba, hát itt jön be az, hogy ez van egy ilyen lehetőség, hogy adott esetben önvédelmi fegyverként szolgálhat, de hogy olyan szakműhelyekben készítik ezeket a hangszereket, és olyan elképesztően drága, mint azok a katonák ott a kiállító teremben, tehát milliós árak vannak képzelve. Ez nem annyit ér, ez pár tízezer forint, mert ez egy tanuló hangszer, és azért játszom rajta, mert szeretem az egyszerűséget, mert hogy itt különböző berakások is vannak, urusival kezelik a belsejét, és nagyon hát műalkotás erő, antik hatású hangszerek jönnek létre. Jó. Na, és a játéktechnika, hogy ez egy érdekes dolog, hogy itt van a kosár, itt jól látszik, hogy ezek a szerzetesek, akik szamuráj világból érkeztek, hozták magukkal persze a maguk képzettségét, és hát elkezdtek hangszeren játszani, ez egy érdekes találkozás. Ők alakították ki, korábban az a fúvós hangszer az ilyen volt, csak egy cső, és ők elkezdték a bambusznak a gyökér közeli részét használni.
mert így van itt ezért egy munkó, nem buzogány, de mégis erősebb, mint egy egyszerű bambuszcső. És azért ez egy avatott kézben, ezért hoztam még ezt a kodacsit, mert mondjuk hát pont akkora, mint méretre is. És azért aki gyakorlott egy ilyennel már akár fával is el tud hárítani bizonyos támadásokat, illetve nagyon sokféleképpen használható önvédelemre. De ami érdekes, hogy hát ugye van egy kard, és van egy sisak. Van egy sisak, kézvédő, lábvédő, stilizálva vászonból, fehér, hogy mutatok képeket erről, de hogy átemelték, ha nem is teljes valóban a páncélzatot és a fegyverzetet, de valamiképpen stilizálva megjelent ott. Hát ők ugyanazt az életmódot élhették, és ugye az Zenkut és a szerzetre kopaszok, ők pedig megnézhetik a hajviseletüket, ezt a jellegzetes cofos. Tehát olyan kiváltságokat kaptak az akkori kormányzattól, valahogyan ezt a rengeteg katonát le kellett fegyverezni, és valamilyen kiváltságokkal kompenzálni egy más életmódjuk miatt, hogy így kellett közöttet. Azért hoztam ide ezt a képet most, mert hogy játéktechnikának van egy érdekes vonatkozásában. Hát először is azáltal, hogy ők ezt a gyökérközeli részt használták, így tisztán lett a hangszeren a hangja. Meg lehet szólaltatni egészen magas regiszterben is tisztán. Másrésztről, ami ezt a hangszeren különlegesé teszi, ez biztos láttak, hogy mozgatom a fejemet, de azért, mert hogy a fejemnek a mozgása az alakítja a hangmagasságot, tehát bólintom. Ha meg oldalra. Tehát ezek mind lehetőséget adnak arra, hogy színezzem a játékot, tehát mondjuk olyan. Tehát így jön létre, hát úgy látva, és ez egy érdekes dolog. Hát igen, csak én kosárban ezt azért nem tudom lecsinálni, mert akkor az egy komikus hatás kell. Tehát, úgyhogy más technikák vannak, hogy ilyen kosárban például akkor ajkakkal lehet. Valahogyan ezt megoldani. Tehát ez az úgynevezett Mary-Kari technika, ami ezt a hangszert olyan különlegessé teszi a hangzását, és hát ott is a nehézség, hogyha bárhol megszólalhat, akkor hogyan megszólaltatni. Megint egy érdekes, különleges egybecsengés, hogy ez a méret egy bizonyos bambusz típusát elhatva megszámol, hogy hány ilyen víz van, az D hangot fog eredményezni. De hogy ez hogy jött össze? Mert hogy az az érdekes, hogy a Gagapó, ami ez az 8. század, akkor elindult ez, és ez azóta valahogyan őriz bizonyos kapcsolatokat, de hát akkor Európában még sokkal mélyebb volt az egész hangolás. Tehát azóta egy közben találkozott ez a kettő, nagyon, nagyon furcsa. De hogy hát hol képzem én ezt a hangot, ugyanúgy, mint a hegedű vagy a cselló, hogy nagyon hosszú ideig tart az, amíg a játékos megtalálja, hogy hova kell az ujját tenni, hogy az tiszta legyen. Itt is erről van szó, hogy a gyakorlásnak egy része az, amíg a testi memória az rögzíti ezt. Nagyon nehéz hangszerről van szó, ugye abban a szellemi értelmezés, de technikailag is sajnos nagyon nehéz ezt megtanulni. Amiatt is, mert rögtön ezt is mutatom, hogy ez a hangszínekről, hogy hát én is, amikor elkezdtem, akkor évekig gyötörtem magam, hogy hogyan azonagom, hogy hogyan kell ezt megfújni, de hát az a vicc, hogy nem kell csinálni semmit. Tehát, hogy valójában a kulcs az, hogy hát valahogyan átidegződnek aztán a szájban az izmok, de hogy az mitől és hogyan idővel az létrejön. És ez a módszer is, mint ahogy kelleten is ez a módszer, csinál, ismételt, de nem jó, nem baj, nem foglalkozz vele, csak csinál, és akkor egyszer csak, hát évek múlva egyszer csak, na akkor most sikerült. Na és akkor mégis kezdtem el, ja, már nem is tudom, már most teljesen átalakultam. Igen. A hangszer kialakításának van-e valami szabályszerűsége, vagy a szabvány, hogy a bambusz átmérő, a furatoknak az elhelyezkedése, egymástól való távolság? Igen. Ha nem így van, akkor nagyon hamis lesz. De például a szerzetesi hangszer, ez sakovacsi ténylegesen, látszik, hogy itt nagyobb a távolság, mint itt, ezt talán szabad szem, és meg nem egyformák a méretek. Így lehet, hogy nagyjából kihozni azt, hogy tiszta legyen, de mindegyik más egyébként.
de hogy a szerzetes hangszer nem foglalkoztatva egyedi távolságra fúrták a lukokat, és aztán úgy kellett csinálni, hogy az megszólaltassa a zenét. De ahogy mondtam, az az egészben a fura, hogy méretre, tehát nézik az erdőben, és akkor ha a bambusz egykor ilyen felnő ez így, azért ilyen, tehát egy meghatározott lejtése kell lenni a talajnak, és olyan a bambusz, akkor az jó lesz. De úgy szabvány nincs, hogy valami fajta mintát rátennének. Most már egyébként van, tehát az internet is lesz hozzáférhető, tehát meg lehet próbálni készíteni. Én is készítettem hangszert, csak ugye azért lesz más, mert ilyen bambusz nincsen nálunk, mert szűkül a belső, ez nagyon fontos. Tehát nagyon egyszerű a hangszer, de mégis, ha az ember egy olyat akar, ami zenét lehet csinálni, akkor vagy az, hogy nagyon hosszú ideig kell gyakorolnia, mert hamis hangszer és ki kell hozni a tiszta hangokat, vagy pedig nagyon sokat kell kísérleteznie, hogy egyszerűen ez megvalósuljon. Tehát ez jellemző egyébként nagyon a japán kultúra, vagy a japán művészetnek az elemeire, hogy itt is az van, hogy a csúcsa a játéknak az, hogy fújok egy hangot. Az, hogy izé virgázom, meg az érdekes, az csak szerfélyvesztés. Mert hogy az egyszerűségben mutatkozik meg az, amit keres, akár a meditáció, akár egy egész kultúra, hogy hát hol van a dolgok lényeg. Hát ez lehet mondani, hogy a bonyolultság is ilyen elképedni az univerzumnak a matematikai követeit, de hogy az egyszerűségben van valami, ami nagyon, nagyon nehéz megvalósítani. A legegyszerűbb mozdulat, hogy az harmonikus is. Úgyhogy hát ez is ennek a jegyében született, és ugye ez is fokozza még a tanulás nehézségeit, hogy esetleg hónapok után is, akkor valaki ezt elkezd tanulni, akkor a családja megkérdezi, hogy na, tudsz játszani valamit? És akkor játszik egy hangot, hát a porszívot bekapcsolom, hát az jobban szó. Tehát, hogy nem látni, a mi kultúrában ez nem látszik, mert hogy nem egy szépség ideál az egyszerűség, vagy hát nem az egyedi. Tudjuk azért, hogy miről van szó, de pont a névtal szólóban megszólaltatva, ott így van az egyszerű, és akkor nagy zenekar, az egy más világ, de hogy inkább az van, hogy értékeljük azt, amire látjuk azt, hogy mennyi minden apróságban, az, hogy egy hangot is fúrni, az túlságosan egyszerű. Ez a kép, ez jól mutatja a hangszínbeli különbségeket, tehát felharmonikusokról van szó, és akkor a különböző hangok, amik nyíltak a zöld, ez az ártabb a fekete, és akkor ezeknek a váltakozása az, amit megszólal. Megmutatom, de kérlek szépen önöket, akkor segítsen nekem is élekezni. Tehát az lenne a feladat, hogy most eljátszom egy darabnak az elejét, és akkor együtt vegyünk a levegőt, és akkor de ezt próbáljuk meg, hogy nem tőlnek hátra. Tudom, most nem annyira kényelmes, hogy utasítgatom, de próbáljuk meg, hogy kényelmesen jön. Mert hogy egészen más, hogyha egyenesnek elhint, rövid lesz, tényleg meg lesz hosszú, és akkor szépen nyugodt, én csak úgy maradok, akkor levegőt veszek, és akkor fújjon. És amikor véget ér a hang, nem kell rögtön levegőt venni, egy levegőn egy kibírjuk egy kis ideig, akkor azért lehet hallgatni a csörögést körülött. Aztán nem. Thank you.
ezt sem játszottam végig. Az az érdekes, hogy ott közben beszéd van, meg zajok vannak, meg kint is ezek az olyan nem tudom foglalkozni, mert miért foglalkoznak? Hát erre gondolok, hogy egyrésztről hangszer, hang, erre vagyunk beállva, teljesen természetesen, kultúrában ez a normális. Másrészt meg az, hogy olyan a figyelmünk, hogy a rendelkezésre álló méretetlen sok információból fókuszálunk valamire, és a többi az kiesik, eltűnik, nincsen sehol. Ilyen például az, amikor gondolkodunk valamit, és közben sétálunk az utcán. Tehát ugye ismerős lesz, tehát simán hazamegyünk, de nem tudjuk, hogy. Pedig hát nyilván körülnézve nem lehetünk neki semmit mondani. Nem, hanem forgatjuk a fejét, hogy ilyen dolgok mondjuk, és közben meg a testünk vécé dolgának. Itt arról van szó, hogy ilyen típusú megközelítés lenne a hangszerrel, hát fordítsuk meg a dolgot, foglalkozunk azzal, hogy teljesen mellékes, és ne szóval a zajokkal, ahogyan most ott valami. Mert hogy így az érzésünk az, hogy ez csak úgy hoppá elhallgatna a fejünkbe végre valaki, aki meg állandóan beszél, és hát nem is jó, nem engedi, hogy kisgyerek, hogy csúszol, például ilyenekkel foglalkozunk. De hogy ez az érzéki világ az, ami körülvesz bennünket, ez az, ami olyan üzeneteket ad, főleg ugye a természet és a természeti hangok, ami miatt a vagy elsődleges, hogy ott tartunk el a jelenben. Mert hogy semmi gond nincs, van gond, gondolkodás, nincs meg gond. Problémákat lehet vele megmondani, de ezek a problémák például olyanok, hogy valamikor majd lesznek. Ugye? Tehát most lehet már gondolkodni, az a szombat van, hétfő megyünk vissza a munkahelyre, és akkor már azért előbukkan az. Vagy hát valamikor már régebben létrejövő problémát kezdünk most itt elemezni. Tehát mind kivon abból az időből, amiről viszont mindig ott vagyunk. Csak nem tudunk vele foglalkozni, mert hát nem is, nincs is hozzá eszközünk. És ez a jelen. És erről van szó a hangszernél, hogy hát persze hangot ad, a hang az szinte csak arra szolgál, hogy így megszólalod, látod, hogy fél, abba marad, ahogy a beszéd is hangban, rögtön megjelenik ez az érzéki világ. Tehát az érzéki világban, ha vagyunk, ugyanúgy, mint a saját testünknél, az is ilyen, hogy testre fogunk fog az érzetek, ahogyan a test. Ez mind a jelenben tart bennünket, ami azért fontos, mert valójában ez az, ami létezik, csak nem tudjuk megfogni. Az oké, de ez az, ami létezik, mert a múlt, hát az már a jövő, ugye a hétfő, hol a hétfő, sehol nincs a hétfő. Tehát persze mióta szaladunk, megteremtjük, és akkor már nem úgy vagyunk, tehát úgy vagyunk, hogy közben a fejünk az valami teljesen más dimenzióban létezik. Na ezzel szemben igyekszik a gyakorlás menni, és elsajátítani, engedni olyan elmélet tartást, ami a jelenre koncentrál, és ez azt jelenti, hogy hát ezért gondolatmentes, mert azt mondom, hogy hű, most a jelenben vagyok, most a jelenben vagyok, most vagyok a jelenben, most vagyok, az úgy nem megy, ugye, azt nem tudjuk így megfogni, nem is gondolkodással fogjuk meg a most, hiszen hát most, na hát itt érzem, most érzem. Na, tehát ebben az értelemben, és így tudunk visszakanyarodni ahhoz a tartáshoz, ami egy szamurájnak is egy harci helyzetben fontos, mert hát ott az nem, hogy hát akkor most a kezemben ezt fogom csinálni, hogy, tehát az úgy nem működik, hanem akkor működik esetleg, akkor sincs sem garancia, hogyha semmi nincs, csak amiért megtörténik. Tehát összeérnek ezek a dolgok, ezzel nem azt akarom mondani, hogy a meditáció az arra való, hogy mert ilyen nincsen, sőt, hát mindenki próbálja és fel fogja fedezni, hogy menjen minden. Itt tudnám hallgatni, de próbálja mindenki, hogy mennyi mindent fölhoz, mennyi mindent fölhoz, mennyire nyitott könyvét teszi magunkkal, olyan dolgokkal is foglalkozunk, amivel egyébként esetleg legszebben eltolnánk. Ugye a mi kultúra nagyon sok lehetőségét mint arra, hogy amikor nem dolgozunk, akkor meg szóra. Alszunk, szórakozunk, de hogy vannak olyan dolgok, amiket hát muszáj, amikor rákezdünk, akkor muszáj szembenézni. Na ez is egy ilyen, tehát nem valamire való, nem arra való, hogy akkor szangon eltem is kapott. Nem, hanem ez egy lehetőség arra, hogy másképpen működtessük az elménket, és mellesleg ebben a kultúrában egy ilyen van, ilyen esetben.
ez jó? Nyugodtan közben lehetem kérdezni, hogyha esetleg úgy fölmerül valami. Hát nem olyan lényeges dolog, ezek azok, amik ezt a másik művészetet, ugye mű élvezet, az azt jelenti, hogy van információ, tudjuk azt, hogy mit csinál az élet, és hogy hogyan szól meg, ezért megmutatom. Ugye ez nagyon nehezen megszól a hangszer, Európában azt csináljuk, hogy vagy hangszer, vagy artikuláció, nyelven indítom. És akkor itt lögöttösen bele a hangokban. Itt nem ez alakult ki, hanem mint a Dudánál, ha megszólal, jaj, de jó, hogy végre megszólal, és két hang kell, akkor nem indítom újra, mert akkor ez, hát az nehéz, hanem egyszerűen csak pittyeltek egyet odatom. Tehát ez a kis ugrás, ez azt jelenti, hogy ott két hang van. Tehát ez az egyik ilyen jelvezetes dolog. Másik pedig, amely a később iskolákban jelent meg, hogy még egy ilyen kis billentyűs is belőle lehet tenni, mert tényleg olyan harangszerűvé válik a egész hang. Tehát elindítom hangosan, mint hogyha megszólalna a harang. Mert hogy megszoktuk, hogy rögtön, hát csak beszél, rögtön veszem a levegőt, hát ez minden csak nem nyugodt tudatállapot. Ha viszont ugye visszatérnek egy ilyen érzés, akkor megnyugodnék, csak elmennének önök, mert nem műznék kíván, nem mondat végén. Tehát, hogy nem, nagyon, nagyon más irányba mutat. És ugye ezt mutattam, hogy ez bizonyos vibrátor a fejnek a mozgatásával. És hát a cél az, hogy az is talán már hallatszódik, hogy mennyire szörög ez a hang, mennyi levegő van benne, mutatom, hogy... Tehát, mintha széllökések lennének, vagy a fáknak a hangja, olyan a levelek között fúj a szél, és így van, a természetnek a, nem csak a megidézéséről van szó, hanem a darabok is úgy épülnek, hogy olyan címük és olyan témájuk, hogy ezek természeti jelenek, és akkor hát kimondatlanul, de az az ideál, hogy azzá válni. Tehát olyan értelemben azzá válni, hogy amikor szél van, akkor szél. Vagy akkor, hogyha most egy madár hang van, vagy, akkor ott nem kell, hogy a játékos vagy az a madár hang, ez kell most jel. Nem, hanem éppen az, hogy hát egy madár, nem mondom magára madárként, ugye. Hogy lehet madár, ez már nem mondom magamra madárként sem. Hanem csak valamit csinálok, ahogyan a lélegzet megszólal. Ugye a széllökéseknél is ezek a nagy dinamikai ugrások. Tehát azzá válni természetté, mert hogy a japánkultúra a természet az, ami az ideális létezmény. Nem az emberi kultúra. Az emberi kultúra ennek csak függeléke, vagy azt mondanám, hogy derivátuma. Valahogyan ebből merít a kultúra erről. És hogyha felidézzük szervezetet, hogy milyen a japán, mondjuk, hogy ezek a házak mennyire egyszerűek, hát most az archaikus kultúrával beszélnek, de ágyazódik a természetbe. Mi nagyon el vagyunk választani. Nagyon messze vagyunk. Tehát nem csak amiért, mert vasbeton, hanem például is halljuk, de a japán házak hallatszik, és benne van nekik gyermeke, benne ágyazódik, mert hogy az érteti a kultúrát. Mi már önerőből, már magunkat éltetjük, hát egész addig, amíg aztán a háttérműködés nem jelzi, mint most, hogy baj van, mert elfogytak az erőforrások. Tehát egy olyan kultúráról van szó, amelyik képes volt megtenni az egyensúlyt. Hát itt ezért fontos az, hogy még a művészetben és a természet állandó jelleket megjelenik. Hogy állunk időben? 10 perc. Nagyon jó. Akkor gyorsan szaladunk. Hát a történetről csak nagyon röviden megmutatom ezeket. Hát szövevényes, mint minden kulturális mozgás, így nézett ki ez a bizonyos kakakú. Na, ez erre szoktam mondani, hogy na, olyan ez a tempó, hogyha ezt meghallanak, hogyha ez megszól, nem hinnénk el, hogy ez egy hangszer, mert hogy annyira mások a hangjai. Nagyon, nagyon idegen a mi fülünknek, és akkor itt van ez a fukkókocsi. És most már modern anyagokból is készítenek ilyet, illetve hát ugye 7 lukú is van, amivel könnyebb ezt megszólaltam. Jó, ezt játszottam most a megnyitón. És van egy eredet története is, mert hogy hát ez valahonnan megszületett ez a hangszer, és ez a kis harang, ez a fukuha egyébként Kínában, ugye a Csangutista mester,
Hát egy proféta volt is az utcákat járva, hogy ahogyan a Biblia is benne van, a Jónás Ninivében, hogy valamit rá akarja benned embereket, hogy észre, vegyél észre, hogy mi történik. Ő ezen a haranggal hívta fel a figyelmet arra, hogy mi történik, hogyha valami hangos megszólal, nem csinál meg, bár ugye az ember van ilyen, hogy puf, csinálni sok minden dolgot, de ha hangos hangozom, akkor nem tudom másra foglalkozni. Akkor megint csak nem megy az, hogy közben ott valamit, nem, oda tapadunk, ott vagyunk. Na és ez volt az ő szándéka is. És hát ennek a mintájára készült ez a hangszer. Furcsa, hogy ugye harangon, amit fogunk, de azt hallották ők is, hogy ez meg lehet csinálni, ilyen a játék volt. És hát innen, hát hosszú, ez persze az, hogy ezek generációkon keresztül jutott el odáig ez, hogy hát maga a buddhista gyakorlás is ezen megvalósítani. Hát nem csak mozdulatlanul az ember, hanem ahogyan egy szerzetes dolgozik, munkameditációt végez, nem tudnak egész nap ott ülni meditálni, mert akkor baj lenne, akkor nem lehet enni, nem gondoskodik el magukról, hát akkor a munkát és a tevékenységet kell oly módon átalakítani, hogy ez meditáció legyen, és így van ennek az értelme, és így lett a harcművészet is meditáció, bármilyen tevékenység, így van, persze, tehát bármi lehet az egész csak annyi, hogyha én úgy csinálom, hogy közben arra gondolok, hogy most hol tettem a snuszkulcsomat, akkor az nem meditáció. De hogyha ott vagyok abban a helyzetben teljes valóban, akkor viszont igen. És nem, nincs arról szó persze, hogy valami fajta harc előbb szerezni. Jó. És akkor itt vannak ezek a különleges emberek, és ahogy mondtam, hogy lábszárnyévő van, még egy kart is náluk, a kartot viselhettek, különleges privilégiumok voltak, általában párban jártak, és azért ez árulkodik arról, hogy egy hangszernek ilyen hangja, képzeljük, milyen, amikor ketten játszak. Tehát az nagyon sok interferenciát tartalmaz, és az van, hogy hát, ha otthon valaki megpróbálja megszabadulni, és van házi állat, biztos, hogy nem marad meg a szobában. Először döbbenten néz, aztán elmegy messzire, de ugyanez van a családban. Szóval, hogy nagyon kitartást igényel a család részéről is, hogyha valaki elkezd egy ilyen hangszeren játszani. Főleg azért, mert hogy elején nem szól szépen, nagyon zörgős a hangja. Hát minden, mint a hegedűnél. Na hát az is olyan, azt se szeretik ugye a kutyák, macskák, családtagok. Hát ez különösen, de mint a zene sem olyan, hogy legalább a hegedű egyszer majd meg fog szólalni a talában. De ezen nem fog semmi ilyesmi megszólalni, hanem sok minden, ami nagyon furcsán szól. Fényképek is vannak már erről, mert hogy hát egyébként 1870 körül volt, hogy feloszlották ezeket a szektákat, és aztán hagyományőrzők művelik ezt, ezek is még alifotok, de ez manapság is, tehát több helyen is így sokan, hát például ahol voltam én is Kokutai templomban, ott hát 10 évvel ezelőtt még 60-an voltak, 60 ilyen játékos együtt, tehát az már nagyon erősen szól, de ez önmében idősebbek, úgyhogy hát én is, hogy magam 55 évvel fiatalnak számítok ebben a hagyományőrzésben, de ebben az is benne van, hogy hát 50 év alatt, 60 év alatt nincs 60-nál kezdődik, 30 éves kutyám. Na szóval, hogy ez egy olyan hagyományőrző imbusszá vált bizonyos társadalmi körökben, hogy ez egész ugye hozzátartozik, hogy ez azt jelenti, hogy nem művészek szólaltatják meg ezt a hangszert, akik annyit gyakorolnak rajta, hogy tisztán megszólalt, nem szól tisztán, de úgy mondom, nem is a hangszám, hanem az, hogy ez együttesen, mondjuk szutrákkal együtt felcsendüljön. És akkor különlegesség meg ezzel kapcsolatosan, hát ez a fejfedő, aminek egyébként az elsődleges funkciója az nem a sisa, hiszen ez csak egy kosár, hanem az, hogy eltakarja az arcot, így aki játszik a hangszeren, uniformizáltan jelenik, mert mint egy szerzetes a kármazsára. Tehát nem számít, hogy ki az, mert hogy az üzenet, a dharma üzenete az univerzális. Viszont ez nem egy alkalom volt azoknak az embereknek, hogy rosszat forraltak, hogy igen. És mert szabad bejárásuk volt a tartományunk között, ugye, a korban, ami egy kiváltság volt, ezért nagyon sokan beöltöztek játékosnak, és képzeljék el, hogy hát ez odáig fajult, hogy ha valaki nem beöltözött, nem tudta hangszerrel játszani, akkor ott helyben elhelyezhették.
Úgyhogy aki kézbe vett, az minimum megtanulja, mert az életét veszélyezteti. Ez még egy érdekes kép, ahol megpróbál a hölgy a víztükörből belesni a fejfedő alá, hogy vajon ki az, aki ott van ismerősre, vagy tartania kell tőle, mert hogy hát gazfickók is magukra öltötték ezt. És akkor itt van a fejfel, ami hát, hogy ez mennyire valós és mennyire tud ténylegesen fegyverként szolgálni, azért a szállni érezhetjük is, hogy azért van súlya, tehát hogy azért ez valami, de hogy egy kardot, hát így biztos, hogy nem tud egy kardot megfogni semmit, átvágni azonnal, esetleg hárítani tud, ugye japán kardvívásban hát van időként ütközés, de többnyire ugye ez az elvezetés az, ami a leghatékonyabb, és arra esetleg ez is alkalmas, hát ez is egy fantázia kép. A szamuráj harcosról. Egyébként ez a kék szín a homlokon, ahogy itt is ez jelzi, ez egy színházi karakterével. Mutatok pár képet erről. Neki is ott van hátul betűzve az övében a hangszer, mindenhol itt vannak. És ezek színházi jelenetek, mert a hangszer is fölbukkan, ugye ott például vagy itt is. Hát itt például ez egy dinamikusabb jelenet, ahol kardot ragadna valaki, és akkor ő viszont megpróbálja sakkolásival rendet rakni. Tehát, hogy ennek megvan az életben az emlékező. És az esztétikai jó részt beszéltem, itt az a furcsa, hogy ez a zaj, amit megszólalgattat az a hangszer, mint a természet, ez nem az európai vagy nyugati hangzás ideál, mert ugye ott azon dolgozni sokat el. Gyakorló, hogy eltüntesse belőle az zaj. Ugye ez is nem csak arról van szó a Hegedűn elvényben, hogy hamis, hanem hogy nyekere. Mert hogy nem tud harmonikussá válni. Ezt mutatom még, hogy a tiszta hang az olyan viszonyokban vannak egymással a felharmonikusok, hogy ezek oszthatóan. Úgy duplálja az oktáv példán. Tehát ezek egy matematikai viszonyban állíthatók, a zaj meg olyan, hogy össze-vissza van. Hát erről van szó, hogy a zajból munkálja ki magát a játékosan hang irányában, szép lassan ének alatt. Itt viszont ez nem is cél, hanem meg kell maradni. Hiszen a természet az nem olyan, mint ez, hanem olyan, mint ez zaj, zajos. És ugye a legfurcsább az egészben, hogy ugye ezek a szünetekről is egy szó. Itt a pottam ugye megjön visszajövünk, hogy azt mondja, van az, amit húzva a muzsikának szól, az, amit játszol, akkor valami hossz. Tehát azért egy ilyen koncertben nem hiszem, hogy bele csalódhatni az embereket. Tehát ez nagyon más, és megkövetelik, hogy másképp viszonyulhatnak. Na és akkor itt a pont, és mutatom, hogy hát annyi az egész, hogy jelezve vannak, hogy ott hát hosszan kell fújni. De milyen hosszan, azt nem szabják meg. Mivel szóló darabok, hát mégis a hagyomány nagyjából ezt rögzít, és akkor ezek a fogások, amik katakana jelenből állnak össze, ugye a katakanát szerzetesek alakították ki, és ez pont úgy szól, hogy itt jelződ, ott levegőt kell venni, és ott, és akkor különböző jelek vannak, amit így például ezt ugye, úgy csinálom, vagy látom, hogy ott sűrűbben csináljam, és akkor ott sűrűbben, de hogy pontosan mit kell csinálni, ez nincsen megszabva. Sokkal könnyebben megtanulható, mint az európai. Ott, és nagyon nagy szabadságot ad a játékosnak a kereteken belül, de mindenki addig folyam, ameddig az érzéken írja. Úgyhogy egészen röviden és gyorsan is lehet. Ez a darab, egyébként az látszik, hát ez 50 lélegzetből áll, ez egy olyan 10 perc körülbelül. Tehát 10 percet fújni folyamatosan, az már rögtön, de és még mondom még meredekebben, mi rendszeresen gyakorlunk, hogy a közösség, amit ezt a hangszert ápoljuk a hagyományt, és gyakorlunk vele, fél órát csak egyetlen egy hangot. Az olyan 108 ideálisan. Mert hogy hát valójában mindig egyetlen egy hangot fújunk. Az, hogy most másképpen szólnak, meg megint csak a hang. A fú az, azt mindig a fúvásra építjük. És hát ez nem hangszerjáték, hanem meditáció. Főleg amiatt, mert hogy hát nagyon sok minden kiderül közben. Nem most ezen nem tudjuk. Na és akkor itt van még egy kép, és ezzel fogjuk zárni, hogy amit mondtam az előbb, hogy a hang, és akkor a csendnek, vagy inkább azt mondom, hogy a
tehát ennek a környezeti háttérnek a hangja, hogy hát az eleve a japán összük olyan, hogy hát persze fejlődök ez a címe, de hát ezen a képen sokkal több van valami más, valami nem fenyő, sőt nem valami, hanem semmi külön. De hogy ez a lényeg. Ez a lényeg, mert hogy ez az, amire rávezet egy hang bennünket, mondjuk most ugye a környezet, de hogy van itt még valami, hogy még ha a környezeti zavarban jelen vagyunk, még akkor sem veszünk tudomást arról, mert nem tudom, mert nem lehet megfogni, hogy miben jelennek meg ezek a hangok. Mire gondolok? Miben jelenik meg egy gondolat? Miben jelenik meg egy érzelem? Mi az a közeg? Ez úgy hívjuk, hogy tudat, de hogy mi az a tudat, azt nem tudjuk, hanem hát nem is foglalkozunk vele, hanem a fölbukkanó dolgokkal felhasználó szinten dolgozunk. De erről van szó a kör, amiből mindig vannak a dolgok, gondolatok, érzések, hangok, az a bármi van. Hogy ez micsoda? Hát ez az egésznek a keret, a saját létezésünknek. Hát ha ez nem nincs, na akkor alszunk. Akkor semmi. Itt vagyunk, akkor viszont már is teszik a vidáról. Úgyhogy a meditációs részben az a irányul, hogy észrevezek ezt a keretet, amelyeket láthatatlan, és nem is tudunk vele nincsen, csak belemarkoljunk a köröt. A fejlőd meg. Nem. De a köd az első napestem a fenyőn. Jó, úgyhogy köszönöm szépen. Igen.